Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Illetve sok szeretettel köszöntöm mai Pont című műsorunk meghívottját, Markó Béla, költőt, írót. Ezúttal én ezt kihangsúlyozom, hiszen pár néhány éve visszavonult a politikából, de azért ezt nehéz elhatárolni, azt gondolom az ön esetében. Most mindenképpen megpróbáljuk, és hát itt a bizonyítéka, az asztalunkon kettő is van belőle, a legutóbb megjelent gyermekverses kötetről beszélgetünk, illetve ennek kapcsán beszélgetünk ma. Egy nagyon-nagyon szép kiadvány a mentor könyvkiadó gondozásában megjelent, a Pitypangó királya. Hát mindjárt megkérdem, hogy ki a Pitypangó királya, de azért annyit mondjunk el erről, hogy ez egy válogatott gyerekverses kötet, ami idén jelent meg. Igen, hát én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket, és hát ez valóban egy különleges téma és különleges helyzet, hogy én gyerekversekről beszélek. Nem mint hogyha nem lenne természetes az én életemben a gyerekvers, és nem csak most frissen, ezek például, ezek hát válogatott gyerekversek, nagyon sok, ezelőtt 20-30 évvel, vagy még régebb, született, vannak köztük frissebbek is, de mindenképpen egy újdonság számomra, hogy még csak nem is, a, nem is a költészetről, vagy az irodalomról általában, hanem a gyerekversekről szólni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma, mert olvasni azért nem olyan értelemben, hogy a betűket megtanulni, hanem olvasni, megtanulni, irodalmat, könyvet verset, mondjuk. olvasni, könyvet olvasni, azt gyerekkorban kell, és azt gondolom, hogy ez továbbra is fontos. Mi indokolja az ön vonzódását a gyerekversekhez, hiszen mint az előbb is említette, és ez le is ellenőrizhető, hogy ő nagyon régóta ír gyerekverseket, tehát ez az egész politikai pályafutása idején sem hagyta abba, hiszen abban az időszakban is jelentek meg, nem csak hogy különféle művei, könyvei, hanem akár gyerekversek is. Ez úgy egy ilyen visszatérő, vagy az egész életét elkísérő tevékenységén, úgy érzem. Hát én úgy nőttem föl verseken, nem csak verseken persze, tehát regényt, meg mindenfélét olvastam, de annak idején egészen kisgyerekként édesanyám például Arany Jánost adta elsőként a kezembe, tőle olvasott nekem verseket. Nos, azok nem gyerekversek, tehát nem feltétlenül gyerekeknek írta őket Arany János, de ugyanakkor azt bizonyítják, hogy a jó vers esetében nem is biztos, hogy kell különbséget tenni gyerek és felnőtt között. A gyerekekhez úgy kell írni, hogy megértsék. E, ennyi a különbség, de én mindig hittem abban, hogy a, a gyerekvers a felnőttekhez is szól. Másrészt pedig az az igazság, hogy nem írtam mindig és folyamatosan gyerekverset, hanem amikor a, az életembe bekerültek a gyerekek, tehát amikor a, kisgyerekeim, a gyerekeim kisgyerekeim voltak, akkor az ember egy sajátos kapcsolatba kerül a, a gyermeki látásmóddal, a gyermeki szemlélettel, és akkor éreztem a, a, ezt a kényszert, hogy gyerekverset írni. Másrészt pedig el kell mondanom, hogy nagyon érdekes, hogy 1989 előtt, tehát egy diktatúrában a Legfontosabb íróink általában írtak gyerekverset és írtak a gyerekekhez mesét. Az egyik legszínvonalasabb kisfolyóiratunk az a napsugár volt. A annak idején a gyerek... Amely azóta falira, is túlélte. Túlélte, és hát ha felsorolom, hogy, hogy kik voltak a napsugár szerkesztői, kik dolgoztak a napsugárnál, Kányádi Sándor, Fodor Sándor, Bálint Tibor, és így tovább, meg kiváló illusztrátorok, kiváló rajzolók, akkor kiderül, hogy ez valamiképpen ez a napsugár is maga, de a gyerekirodalom az is egy menedék volt tulajdonképpen. Tehát... Éppen az jutott eszembe elnézést, hogy azért más szerepe volt a 80-as években mondjuk a napsugárnak, vagy más másféle élményt adott az akkori gyereknek, hiszen a mai gyerek az már annyi minden között válogathat, és még nem, nem menjünk ennél tovább csak a nyomtatásban megjelenő könyvek között, hogy, hogy annyi szép könyv van, annyi mindent megkaphat. Most annak idején én a 80-as években voltam gyerek, és, és a napsugár az úgy valami volt, amikor megérkezett, mert a könyvesboltban azért nem dobták utánunk a szebbnél szebb kiadványokat. Na jó, hát akkor hadd idézem fel, hogy én meg sajnos, így mondom, sokkal régebb voltam gyerek. Tehát az 50-es években, nem, nem emlékszem, 57 körül, 56-57 körül indult a napsugár. Hát én akkor még kisgyerek voltam, nem is voltam iskolás, és emlékszem, hogy az első számot megvásárolta nekem anyám, vagy megvásároltattam, erre már nem emlékszem, hogy milyen, milyen, örömmel vettem a kezembe, és most is ott van a szemem előtt ez a lap. Igen, nem, nem volt akkor a választék, de hát ez nem baj végül is, mert annak ellenére, hogy, hogy nem volt akkor a választék, ezek nagyon színvonalas. Kányádi Sándor, ugye, aki egy, egy nagy költőnk, azt ma is nagyon sokan gyerekversek költőj, költőjeként ismerik, holott nem csak az természetesen. Fodor Sándort, aki egy jó prózaíró, hát azt hiszem, hogy a Csipikéről ismerik. Arról Elsősorban sokan, és hát folytathatnám, folytathatnám a sort, hogy még kik voltak azok, akik nagyon közel kerültek a, a gyerekekhez. Igen, ma van választék, és ez jó. Olyan értemben is van választék, hogy választani lehet az olvasás módja, az olvasás tárgya, anyaga között, hiszen ma már nem csak könyvet olvasunk, hanem lehet számítógépen, okostelefonon olvasni. De ezek módszerek, ezek eszközök. A lényeg az, hogy, hogy ott vannak-e az irodalmi művek az életünkben, és hogy ott vannak-e ezáltal az írók, akiket fontosatnak tartunk az életünkben. Most hát térjünk vissza egy kicsit a Picspangó királyára. Miért született meg ez a válogatás kötet? Hiszen, amint ön is említette, ez régebbi, meg nem olyan régi, de mindenképpen nem feltétlenül most íródott gyerekversek gyűjteménye. Illetve majd beszéljünk néhány szót az illusztrációkról is, hiszen azt hiszem, hogy megérdemli ez a könyv. Hát ezt a kiadó kérte, tehát a mentorkönyvek kiadó kérte tőlem, hogy mi régi kapcsolatban vagyunk, hogy nem válogatnék -e ki egy könyvre valót a gyerekverseimből, és hát szívesen tettem. Én azt gondolom, hogy időről időre azért lehetővé kell tenni, hogy a gyerekeknek a kezébe kerüljön egy egy könyv, vagy a kezébe kerüljenek a régi, régi versek is. És hát persze bizonyos szempontok szerint válogat az ember, biztos, hogy a szerző válogatása az nem a szubjektív. Tehát az irodalom hát az, az, az önmagában egy szubjektív? Persze, szívtunok. persze. Hát jelentek meg még nekem a budapesti pontkiadónál is jelent meg válogatott gyerekvers, gyerekvers kötetem, és hát szívesen lapoztam újra át én is azt, hogy egykor milyen gyerekverseket közöltem, és szívesen álltam kötélnek, úgymond. És egy nagyon szép könyv lett az eredménye. Mert én ez azért, mint hangsúlyozom, hogy ez milyen szép ez a könyv, mert azt gondolom, hogy az sem mindegy, hogy hogy néz ki esztétikailag egy könyv. Manapság, amikor tényleg rengeteg könyv megjelenik, nagyon telített a piac sok mindenben, azért nem feltétlenül mindig az esztétikum az, ami vezet, viszont az ember szemét azért az irányítja meg. Sőt, a gyerekek esetében azért ez sem hátrány, hogy az esztétikai nevelésükben is segítsen csak az irodalmi nevelésükben, irányításukban? Hát én azt hiszem, hogy egy bizonyos korban a kép az legalább annyira fontos, mint a szöveg, hanem ha nem fontosabb. És az illusztrációk abban is segítenek, hogy magához a szöveghez közelebb kerüljön a, a gyerek. Én is örültem ezeknek a rajzoknak, ezeknek az illusztrációknak, kisbora bora, illusztrálta ezt a könyvet, aki kiváló színésznő is egyébként, és kiváló <coughs> rajzoló, kiváló grafikus, gazdagon illusztrált könyv Képes könyv, azt is mondhatnám. Tehát é, nem tehát is tudom, használjuk-e még a... Ezt, a, ezt, a, ezt a kifejezést. Az illusztráció szót sem szeretem a az eredeti értelmében használni, ami azt jelentené, hogy van valami szöveg, van egy műalkotás, és hát akkor azt a képzőművész, a rajzoló szemlélteti úgymond megrajzolja. Azért nem szeretem, mert ez valami aláfölé rendeltséget jelent, vagyis hogy van a költő, vagy van az író, és hát akkor Őt szolgálja a könyvszerkesztő, a tervező és, és az illusztrátor. Ki, Ez a valóságban nem, nem igaz, különösen a gyerekkönyvek esetében. Itt egyenértékűnek kell tekinteni, és egyenértékűnek kell lennie a szövegnek és a, a képnek, és a, a költőnek és az illusztrátornak, vagy a a rajzolónak. Én ezt másfajta versenyben valamiképpen át is fordítottam, mert nagyon sok verset írtam egy időben. Hát képzőművészetek alkotások margójára, tehát megfordítottam a dolgot. Létező, Egyszer jól ismert még. remek művek, képek, illusztrációjaként, hogy így mondjam, írtam írtam verset. És hát igen, ezek a ezek a rajzok, ezek kiválóak, én is élvezettel nézegetem őket. Nos, hát még egy kérdés erejéig ennél a könyvnél maradva. beleolvasva, én azt láttam, hogy vannak, tehát természetesen gyerekemesekről révén szó, állatokról, növényekről, a minket körülvevő világról szólnak az, ezek a főszereplői többnyire, illetve a természeti jelenségek, a tavasz, és, és amiről általában a gyerekvesek szólni szoktak. Nos, hát vannak itt visszatérő figurák, hogy így mondjam, legalábbis ami nekem feltűnt, az a béka és a csiga. Tehát ők többször szerepelnek ebben a könyvben, különböző helyzetekben. És lehet, hogy én képzelem bele ezt az egész dolgot, de a csiga az az, az állat nyilván, és ez ki is derül, akinek a hátán van a háza, és igazából szeret mindig otthon lenni, de hogy igazából egyfolytában jön meg, és sosincs otthon. Érdekes képzett társítások születtek meg benne, mennek kapcsán. Lehet, hogy ez csak én gondolom túl, de az a kérdésem, hogy van-e köze ennek az ön érzéseihez, vagy az ön életének a folyamához, úgymond. Hát van szerintem, persze, mert, mert egyébként ma a nem véletlenül olyan gyakori általában a gyerekirodalomban a, az állatok Egyen, persze, felidézése, persze. ugye az állatmese, az állatokról szóló vers, a számos ilyesmit lehetne idézni a Micimackótól a dzsungel könyvéig, mert a gyerek, a gyerek szereti önmagát is látni a, a környező állatvilágban, megszemélyesíti a, a, az állatokat, <kül> és éppen ezért én azt gondolom, hogy az ilyen állatokról szóló, vagy, vagy növényekről, vagy egyáltalán a természetről szóló, versek, azok bizonyos értelemben akár még ismeretterjesztő jellegűek is, de azok valójában nem az állatokról szólnak, hanem azok is rólunk szólnak. Ezt jó, tényleg köztudott és tényleg közhely, amit mondok, hogy mi emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel az állatokat. Most sorolhatnám, hogy ugye a róka ravasz, én nem tudom, hogy a valóságban a róka ravaszabb be, mint, mint a, mondjuk a farkas például, <laughs> uh, de, hát, de hát sok ilyen emberi tulajdonságot idézhetnék, amelyeket Kapcsolunk a, az állatokhoz. Igen, tehát a, a gyerekversek ilyen értelemben különböznek a, a költészet egészétől, hogy van egy ilyen szerepük, hogy, hogy közelebb hozni a, a környező világot, a gyereket gyerekhez. De legalább ennyire fontos az, hogy közelebb hozni a nyelvet. Tehát, tehát nem véletlenül szereti a gyerek a, a, az ilyen kötött verset, a kis rigmusokat, rit, ritmikus, rímes verseket. Nem véletlenül szereti azt, hogyha játszik a költő egy, egy kicsit a, a nyelvvel, mert, mert ezáltal közelebb kerül a, a nyelvünk és a, a, általában a nyelv lényegéhez. Úgyhogy sok többlet van, egy gyerekversben, azt kell mondanom, hogy a költészet egészéhez képest, és ugyanakkor azt is szoktam mondani, hogy hát az ember megengedheti maga, magának, hogy felnőtteknek rossz dolgot írjon, de az tisztességtelen, hogyha a gyerekeknek csak úgy oda csapjuk a, a, a verset. Nem, hogyha, is hogyha, nem is fog nekik tetszeni meg első Nem is fog tetszeni, az ember rá is jön, persze, rá is jön, hogy nem is fog Tetszeni, de nem szabad a gyerekekhez szóló irodalmat valami olyan melléktermékként kezelni és melléktermékként szemlélni, tehát én azt gondolom. Nos, hát kicsit tovább lépve az ön írói, költői tevékenységét illetően, hát nagyon sokféle műfajban alkot a továbbiakban, és nem mondom ezt múlt időben, van eszé, van vers, van gyerekvers, van tanulmányok. Mi dönti el, hogy melyik téma milyen műfajt kíván? Milyen formába öntődik? Hát ez egy nehéz kérdés, hogy mi dönti el, de ugyanak a jó kérdés, mert tagadhatatlan, hogy a, amit az ember például versben ír meg, azt nem lehet eszében megírni, vagy amit valaki én magam például sok kötött verset, Szonetet írtam egy időben, amit ilyen rövid, kötött, feszes formában kell megírni, azt szabad versben nem lehet elmondani, vagy legalábbis nem az lesz belőle, amit szeretnénk. Tehát valóban, valóban forma, és hát tartalom között, vagyis forma és üzenet között egy szerves kapcsolat van, ezt nem is lehet igazán, igazán szétválasztani. Én például prózát nem írtam soha, illetve hát egy-két próbálkozásom volt valamikor régességen, tehát verse, illetve novellát, elbeszélést, regényt, ilyesmit nem, nem írtam hanem verset, nagyon sok eszét és, és tanulmányt. Tehát nagyon szeretem az műfajt, ami egy kicsit hasonlít a vershez olyan értelemben, hogy miközben egy mondjuk egy regény, vagy egy prózai alkotás esetében azt gondolom, hogy az ember, amikor leül, akkor nem csak a, a, az indulást kell tudni, hanem úgy nagyjából el kell képzelni az egészet, és a végét is kell tudni egy, egy regénynek így képzelem, akközben az eszé esetében az eszé az egy felfedezés is, tehát tehát elindulunk egy, egy gondolattal, elindulunk egy irányba. És nem és tudjuk, akkor, hogy hova fogunk jutni feltétlenül. Nem tudjuk biztosan, hogy hova fogunk jutni, van egy elképzelésünk róla, de minden mondat az egy felfedezés tulajdonképpen. Ezért is, ezért is szeretem az eszét. Meg hát van egy olyasmi is, hogy én szeretek, szeretem végig gondolni is azt, amit versben megírok. Tehát tulajdonképpen az eszé például az reflexió. Tehát nekem a mesterségem is eredetileg ugye az irodalom, hiszen magyar szakot, magyar-francia szakot végeztem. Tehát én kezdettől fogva nem csak verset írtam, hanem az irodalomról szóló tanulmányokat is, vagy kritikát is. Na most az eszéim azok nem csak az irodalomról szólnak, az utóbbi időben közéletről, társadalmi problémákról is, vagy nem csak eszét írok, hanem publicisztikát is. De ez azt is jelenti, hogy ez tulajdonképpen a minket körülvevő világról való gondolkodás, vagy arra való válasz, vagy a, a, a minket érő kihívásokra való válasz, és ezért ezért szeretem az eszét is. Egyébként a verse is az a helyzet, míg, míg a próza például azt hiszem, hogy alapvetően abban különbözik a verstől, hogy a, a prózában nagyon nagy helye van a képzeletnek, a, a, akár képzelt történeteket, kitalált történeteket is meg lehet írni, én ezt ne, nem lennék képes ilyesmire. Addig a vers az egy nagyon szubjektív műfaj. Lehet arról elmélkedni, hogy hát különbség van a, a lírai alany és a, az ember között, tehát hogy a aki írja a verset, az, vagy aki a versben megjelenik, egyes szám első szemében, az nem pontosan az, aki, mint aki írta a verset, de, ezek, de az az igazság, hogy teóriák. Tehát, tehát a vers az egy szubjektív műfaj, önmagunkról beszélünk, a gondjainkról, és az eszély is ilyen. Az eszély is akkor jó, hogyha szubjektív. Hát, és tulajdonképpen számomra a publicisztika is. Itt még számtalan kérdésem van, aminek felét sem fogom tudni feltenni, mert közben jelezték a kollégák, hogy még mint egy öt percünk van hátra. De én mindenképpen megkérdezném, ha már errefele terelődött a beszélgetés, hogy az elmúlt évtizedek politikai életben való tapasztalata emberileg közelebb vitték ahhoz, hogy mélyebb publicisztikákat, eszéket ír, jó? segítették ebben, most így utólag hogy érzi, lehet, hogy akkor, amikor benne volt a helyzetben, nem pont így látta, de hogy ez a pályafutás, ez úgy segített ebben, másként lát rá a dolgokra? Én mindenképpen másképp látom a dolgokat, másképp látom a társadalom működését, tehát a politikában nagyon sokat tanultam is, ez, a, ez az igazság. Hogy ez mennyire segített, bizonyos értelemben nem segített, mert hosszú ideig nem írtam. Tehát én nem tudtam egyszerre napi politikát művelni, reggeltől estig politikával is foglalkozni, és akkor egy-egy kis pihenőidőben leírni, leírni, leülni és verset írni. Ilyen nincsen. Ez, De ez hogy ez annak a tapasztalatok a birtokában most vissza, Másképp látom, a igen, másképp, másképp látom a dolgokat. Az az igazság, hogy a versenybe is bejöttek ezek a tapasztalatok, bejött az, ami körülöttünk a közéletben van, ahogyan az emberi társadalom működik vagy, vagy nem működik. Én nem szeretem a politikai költészetet, tehát nem erről, nem erről van szó, de láthatóan és érezhetően befolyásolt engem, amit, amit végigéltem a politikába. Másrészt pedig a publicisztika, amit írok, és az eszé is, amit írok, ugye a publicisztikát azért különböztetem meg az eszétől, mert a publicisztika az egy ilyen napi reakció arra, ami körülöttünk van, tehát a pillanatnyi napi problémáknak az elemzése az meg, abban meg újból és újból visszajön számomra az, az a, amit politikának nevezünk, vagyis, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az, ami zavar, mi az, ami dühít, mit kellene másképpen csinálni. Tehát igen, ez, ez megváltoztatta, én azt hiszem, nem csak az életemet, hanem megváltoztatta azt is, ahogyan írok, és amit írok, és ma már tudom azt, hogy nincs olyan téma, ami ne lenne valami módon megírni való, amit nem lehetne megírni. Tehát nem igaz, hogy például ez a mullandó politika, ami körülöttünk van, ez nem hordoz maradandó üzeneteket, maradandó tartalmakat, akár erkölcsileg, akár Más, más szempontból. Tehát ma már nem óckodom erről beszélni, mert az írókkal, vagy az értelmiségiekkel főleg mostanában megpróbálják elhitetni azt, hogy ez nem az ő dolguk, ez ez valami más terület, ez külön szakma, külön mesterség, munka megosztás van a társadalomban. Mindenki végezze a maga dolgát, az orvos gyógyítson, a tanár tanítson, az író írjon, nem tudom mit, de az író írjon, és a, a politikus politizáljon. Ez nem így van. Nem így van. Ami minket érint, arról véleményt kell mondani, és bele kell szólni. Mondom, nem biztos, hogy 20-30 évvel ezelőtt én magam is ezt ugyanígy gondoltam, de ma így látom. Nos, hát körülbelül egy percünk van, de muszáj megkérdeznem, hogyha visszacsatolunk a beszélgetésünk legelejéhez, amikor két szót ejtettünk arról, hogy francia szakos tanárként kezdte a felnőtt pályafutását, ha akkor azt mondták volna önnek, hogy ebben a korában, amelyiket most éli, már 30 év politikai vezetői tapasztalattal a háta mögött verseket fog írni, akár gyerekverseket, mit szólt volna? Elhitte volna? Azt elhittem volna, hogy verseket fogok írni, De mert a, többit, a az, az, az igazság, hogy erre készültem gyerekkoromtól, már mint az irodalomra és a, a költészetre, tehát gyerekként is írtam versikéket. Tehát ha valaki nekem azt mondja, hogy igen, ezzel fog eltelni az életem, annak örültem volna, elhittem volna, és azt gondoltam, hogy ez azt gondoltam volna, hogy ez így is lesz. De azt, hogy, azt, hogy ugyanakkor ebben a korban, amelyben most vagyok, mögöttem lesz egy egészen másfajta pálya, egy politikai pálya, azt nem hittem volna el, és meg is rémültem volna azt hiszem, hiszen 1989 előtt, amikor ugye én valamikor 70-es évek Közepén franciát tanítottam, akkor a politika nem csak hogy nem volt nekünk való, hanem az egy szörnyűség volt, amit mi politikaként láttunk abban a, abban a korban. Úgyhogy tulajdonképpen egy hosszú, hosszú számomra fontos kitérő után, Visszatértem oda, ami jósolható volt fiatal koromban, és legalábbis számomra jósolható lett volna. Markovéla, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Önöknek köszönöm a figyelmet, és azt, hogy ma is velünk tartottak. Ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is. Viszontlátásra!